Sziasztok! Gábor vagyok, a házipék. Tartsatok velem, és üssünk közösen! Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban egy csodálatos kakaós leveles tésztát fogok készíteni, amit vanília pudingra és gyümölcsökkel fogok tölteni. Nagyon szép lesz látványra is, illetve ízvilágra fenomenális, úgyhogy azt ajánlom, tartsatok velem! Most a leveles tésztához az első lépés az a pékségekbe is a húzó margarinnak, vagy jobb helyeken a húzó vajnak a bekészítése, ami egy speciális összetétellel úgy van kialakítva, hogy zsírtartalom szempontjából, illetve víztartalom szempontjából is teljesen optimális legyen leveles rétegek képzéséhez, hiszen ez a vaj kerül bele a tésztába, ezt fogjuk belecsomagolni a tésztába, és ez fogja elválasztani a hajtogatás során a tészta rétegeket, de mivel ezt általában csak ipari körülmények közé lehet beszerezni, ezért itt házilag most vajat fogunk liszttel elkeverni, amiket én már ide a tálamba kimértem. Ajánlom, hogy puha vajat használjatok, hogy könnyen el lehessen dolgozni. Természetesen géppel is el lehet kevertetni, de én úgy gondolom, hogy kézzel egy picit gyorsabban és egyszerűbben el lehet keverni, ezért ezt én kézzel szoktam. Tehát egyszerűen a puha vajat eldolgozom a liszttel egészen addig, amíg teljesen föl nem veszi a lisztet, illetve el nem dolgozom benne. Most kb. Egy-két perc alatt nagyon gyorsan, hogyha a puha vaj, akkor össze lehet dolgozni a liszttel. Itt ezeket a kis szétkenődött részeket még összeszedem egy habkártyával, és ezt is hozzárakom. Ezt a vajat ki fogjuk nyújtani, de ahhoz, hogy könnyen nyújtható legyen, ahhoz egy fél órára még most visszahelyezem a hűtőszekrénybe, egy picit tudjon visszadermedő, ne ragadjon nagyon majd a nyújtófához, illetve a nyújtófelülethez, utána mutatom a nyújtását. Miközben 30 percet ez vaj pihen a hűtőszekrényben, elő lehet készülni a tésztakészítéshez, és ki lehet mérni az alapanyagokat. Nos, a zsíradék 30 percet eltöltött a hűtőszekrénybe, és most már egy picit visszadermett, de még nem teljesen, tehát még tudjuk formálni. Közben ide készültem a tésztadagasztáshoz és az alapanyagokkal, majd azt is mutatom, de először elkészítjük a vajlapot. Ehhez vastagon fölisztezünk egy részen az asztalt, és akkor egy habkártya segítségével a vajnak a teljes mennyiségét kirakom erre a fellisztezett részre. Majd a vajnak a tetejére is szórok egy kis lisztet, hogy ne tapadjon a kezemhez. Egy picit lelapítom, és így a kezemmel egy négyszögletes formát formázok neki. És ahogy láthatjátok, itt tényleg nem annyira tapad a vaj, hogy egy picit visszadermesztettük se a kezemhez, se az asztalhoz, meg persze hát a bőséges liszt is számít, amit használunk hozzá. És így, hogyha nagyjából már egy ilyen laposabb formát ki tudtunk neki alakítani, ami szabályos négyszögletes nagyjából, akkor utána a legegyszerűbb nyújtása a vajnak úgy történik, hogyha sütőpapírok közé helyezzük, mert úgy nem fog tapadni a nyújtófához se, a sütőpapírokat pedig utána le fogjuk tudni róla szedni. Egy picit az asztaltól elválasztom a habkártya segítségével, de ahogy láthatjátok, nincsen nagyon letapadás. És akkor belehelyezem a sütőpapírba középre, a tetejére még szórok egy kis lisztet, hogy a felső sütőpapír alatt is legyen egy lisztréteg, és akkor rárakom a másik sütőpapírt is, és akkor így a két sütőpapír között fogom nyújtani, ugyanúgy, mintha egy tésztát négyszögletesen nyújtanék, először a sarkok irányába haladok a nyújtással,
és próbálom mindenhol egyenlő vastagságúra formálni ezt a vajlapot. Közben rá lehet nyugodtan ellenőrizni, hogy milyen vastagságú. Én úgy gondolom, hogy ez már nagyjából jó lesz, és akkor itt még akár kézzel, akár habkártyának a segítségével az oldalai lehet igazítani, hogy picit szabályosabb legyen. És akkor ennek a vajlapnak, hát a méretei az körülbelül szerintem ez egy olyan 18 centi lehet szemre, ez pedig egy olyan 25 centi körülbelül, tehát egy 18x25 centire nyújtottam ki, aminek a vastagsága körülbelül egy 6-7 mm vastag. Ezt a vajlapot így visszacsomagolom, ráhajtom a sütőpapír oldalait, és ebbe a formába vissza fogom tenni a hűtőszekrénybe, mert ennek a vajlapnak most teljesen meg kell dermednie, ami azt jelenti, hogy egy órát fog tölteni a hűtőszekrénybe, de igazából, hogyha most berakom a hűtőszekrénybe, nekiállok a tésztakészítésnek, mire bedagasztom a tésztát, illetve mire a tészta is be fog érni, addigra körülbelül pont egy óra fog eltelni. És még annyit elmondanék, hogy a töltelékek szempontjából a vaníliapudingot, amíg én az alapanyagot kimértem és amíg a vaj dermet, addig Laura elkészítette, egy sima vaníliás pudingot csináltunk. Igazából lehet csinálni házi vaníliás pudingot, és mi most az egyszerűbb végét fogtuk meg a dolognak, és pudingporból készítettük a leírás alapján fél liter tejet, tehát hogyha így ti is elkészítitek, akkor szuper lesz az eredmény ehhez a recepthez. És akkor most lássuk a tésztának az összetételét, mert ahhoz is ide vagyok készülve. Először is szükségünk lesz lisztre, amihez én BL65-ös süteménylisztet használok. A magyar családellátónak a termék, ezeket a liszteket az emelt fehérje tartalom véget nagyon szeretem. Kecskeméti Kende búzalisztnek hívják ezt a BL65-ös süteménylisztet. Ettől függetlenül, hogyha nem szeretnétek ezt a lisztet használni, illetve nincs lehetőségetek a beszerzésre, akkor sima BL55-ös finom liszttel is működik a recept. A BL65-ös Kende búzaliszthez a linket berakom a videónak a leírásába, hogyha valaki érdeklődik iránta, akkor ott meg tudja tekinteni, én is onnan szoktam beszerezni. Ennyit a lisztről, és akkor jöjjenek a száraz összetevők, ami egyszer só. Hozzákerülhet a dagasztáshoz a cukor is. Édes tészta, úgyhogy cukorból nagyobb mennyiség. Ahogy mondtam, ez egy kakaós tészta lesz, egy barna színű tészta, ez lesz ennek a receptnek valamilyen szinten a különlegessége, hiszen kakaós leveles tésztát készíteni egyáltalán nem ördöngőség, de mégis valamiért nem elterjedt, annyira nem jellemző, úgyhogy mi most azt fogunk csinálni. Holland kakaóport használok, ízesítetlen, cukrozatlan, tehát natur kakaópor, nagyon szépen fogja színezni a tésztát, és akkor jönnek a nedves összetevők, ami közül van nekem egy tojásom, illetve egy másiknak a sárgája, ez is hozzákerülhet a dagasztáshoz. Használok még ecetet, az ecet 10%-os, amit hozzáadok, hogyha 20%-osat használtok, akkor értelemszerűen ennek a mennyiségnek a felét adjátok hozzá, a másik felét akár pótolhatjátok vízzel. Nos, az ecet azért szükséges, azt még elmondanám, mint akár a fehérbor, azt is lehet leveles tésztákkal, igaz az ecettől más arányba felhasználni, mert segít a tésztának a nyújthatóságát feljavítani, tehát ezért adtam hozzá az ecetet, hiszen ezt a tésztát többször kell majd nyújtani, illetve hajtogatni. Következő összetevő a folyadék, ami nem más, mint a tej. A tejbe belemorzsoltam az élesztőnek a teljes mennyiségét, és általában itt szoktam beszélni az alapanyagoknak a hőmérsékletéről, leveles tészta készítéshez általános esetben az összes alapanyagunk hideg, kivétele vaj. Mindjárt beszélek a vajról is. Tehát a tejem hűtőhideg, illetve a tojás hűtőhideg, a nedves összetevők igazából mind lehetnek hűtőhidegek, ez nagyon fontos, hiszen a tésztát végig hidegen fogjuk vezetni, és hidegen is fogjuk tartani, aminek az értelme az, hogy a hajtogatáskor hozzáadott húzó zsiradék ne tudjon beleépülni a tésztába, ne tudja a tésztánk, a meleg tésztánk, a langyos tésztánk átmelegíteni ezt a zsiradékot. Nos, tehát a hideg tejbe az élesztőnek a teljes mennyiségét, a friss élesztőt használok, de a szárított élesztőnek a mennyiségét is megtaláljátok a videó leírásába, tehát az élesztőnek teljes mennyiségét belemorzsoltam, és mivel hideg tejbe morzsoltam bele, ezért nem várok rá, hogy felfusson az élesztő, hiszen a hideg tejbe vagy nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem is jellemző, hogy felfut, ezért egy habverő segítségével elkevertem, hogy ne tapadjon sehol se az edény falához, és a teljes mennyisége belekerüljön a dagasztótába. Így az élesztős folyadékot hozzáadom a dagasztáshoz.
És most cukrot se tettem hozzá, hiszen a hideg tejbe a cukor se váltana ki túl nagy aktivitást az élesztőből. És akkor a következő összetevő, amit még felhasználunk, az a vaj. Igazából margarint is lehet használni a megadott arányba, de az ízvilág szempontjából mind a húzó zsíradékként, mind a tésztaképző zsíradékként vajat javaslok. A vajat csak akkor fogom hozzáadni a dagasztáshoz, amikor már a dagasztás kezdeti szakaszába, körülbelül egy 3 perc után egy egyöntetű tésztállagot kaptam, hiszen nem szeretném elomlósítani a tésztát. Nos, ebben a formában akkor minden benne van dagasztott államban, ami a dagasztás megkezdéséhez szükséges, úgyhogy el is indítom a dagasztást, ami szintén egy általános tésztadagasztási program lesz, 2-3 perc lassú dagasztás, és körülbelül egy 8 perc gyors ütemi dagasztás, tehát teljes dagasztási időt azt úgy 10 és 12 perc közé határolnám. Most a tésztám körülbelül 3 perc dagasztás után összeállt, fölvette az utolsó liszemcséket, és ilyenkor még egyáltalán nincsen kidolgozva a tészta, de viszont a zsiradék, azaz a vaj jelen esetben már hozzá is kerülhet, és akkor így, hogyha hozzáadtam a vajat, akkor így fogom befejezni a javasolt tésztadagasztási programot. Nos, elkészült a tészta, nagyon szépen kidagasztotta a gép, és ilyenkor mindig elmondom, hogy természetesen kézzel is el lehet dolgozni, el lehet végezni ezt a dagasztó munkát. Ezt a tésztát most meg fogom nektek mutatni, illetve át fogom rakni egy másik tálba. Most egy nagyobb tálat választottam, egy keresztő tálat, amit a fedelével is le lehet zárni. Ennek az az oka, hogy majd ebbe a tálba fogom visszarakni a tésztát a hajtogatások során is. De hogyha nincs ilyen nagy tálatok, akkor tudjátok majd folpakba és csomagolni, majd később ezt elmondom. És akkor picit visszazom a kezem, mert egy picit még ragacsos tésztának az állaga. Tehát egy közepesen lágy állagú tésztát dagasztottam, annál talán egy nagyon picit még lágyabbnak tűnhet az állaga, de igazából, hogyha ezt hűtőszekrénybe helyezem, akkor egy picit fog dermedni, és egy picit fogósabb lesz, illetve könnyebben dolgozható, ami persze a tésztaérés is fog segíteni. Amit, ahogy mondtam, a hűtőbe hidegen fogunk vezetni, tehát ahogy láthatjátok, a tésztának egy szép, közepesen lágy állaga lett. És a színe is nagyon szép kakaós lett, úgyhogy jól el van találva a hozzáadott kakaónak a mennyisége. És akkor így is még egyszer mutatom nektek, hogy lássátok, egy nagyon picit ragacsosnak érzem, de ez természetesen nagyon sokat fog enyhülni. Nos, ezt a tálat most lefedem a fedelébe, és a tészta azonnal mehet egy ütőszekrénybe pihenni 3-4 órát, és így összeadódva a vajnak a pihentetése körülbelül 1 órára tehető. Most a tészta 45 percet töltötte ütőszekrénybe, a vajlap pedig 1 órát. A vajlap az 1 óra alatt kellően megdermett, de még nem teljesen keményedett meg, tehát a tésztával együtt fogom tudni nyújtani, de nem fogja fölvenni a tészta, de ehhez természetesen gyorsan kell dolgozni, mert hogyha lassan és nagyon hosszan nyújtjuk a tésztát, akkor beledöngőjük a tésztába a vajat, ami által nem leveles lesz a szerkezete, hanem inkább egy picit omlósabb jellegű, ezért a leveles tészta nyújtásnál mindig gyorsan kell dolgozni, majd mutatom nektek. A vajlapot ezt természetesen korábban is, akár előző este is be tudjátok készíteni, mint ahogy a tésztával dolgoznátok, akkor hosszabban áll a hűtőszekrénybe, jobban megdermed, annyi, hogy egy 5-10 perc a nyújtás előtt ebben az esetben vegyétek ki, hogyha hosszabban áll a hűtőbe, hogy egy nagyon picit felengedjen és tudjuk a tésztával együtt nyújtani. Most lássuk a tésztát. Ahogy láthatjátok, egyelőre különösebb térfogat növekedés nem tapasztalható, de már a tészta nem tapad a kezemhez, tehát a ragacsosságából, ahogy mondtam korábban is, hogy veszteni fog, úgy valóban nagyon sokat vesztett. És akkor ezt a tésztát most kirakom az asztalra. Nos, először is egy négyszögletes alakot formázok a tésztának, majd hogyha ez négyszögletes alak megvan, akkor utána egy picit alálisztezek, hogy tudjam nyújtani. A tészta tetejére is szórok egy kevés lisztet, és akkor a sarkok irányába elkezdem nyújtani egy négyszögletes formába. Most igazából a
Ebben a szélességben a vajnak a szélességét kell nyújtani, itt pedig a dupláját. Tehát azt majd hozzá tudjuk mérni mindjárt. Tehát ez a szélesség már megfelelő, most már így egy picit még hosszítanom kell, de már nem sokat. Utána belehelyezem a tészta közepébe a dermedt vajlapot. Picit összeugrasztom a tésztának a szélességét, hogy igazodjon a vajlaphoz. Így hosszúságban pedig olyan hosszúnak kell lennie, hogy két oldalról úgy nagyjából a közepéig rá tudjam hajtani. Alul felül zárom a tésztát, utána ráhajtom a másik oldalt is, szintén alul felül zárom a tésztát, és középen is összezárom. Hogyha ezzel megvagyok, akkor picit arrébb emelem, ismét lisztezek, és következik az első nyújtás, illetve a hajtás. Tehát lisztezett felületre a nyitott oldalakkal oldalirányba helyezem a tésztát, és akkor elkezdem oldalirányba nyújtani. Egy picit még lehet rajta szélesíteni is, és akkor ilyenkor kell gyorsan dolgozni, amikor már benne van a vajlap, hogy ne dolgozzuk agyon a tésztát. Rendben van, pár mozdulatból kinyújtottam a tésztát, körülbelül jó 80 cm hosszúságra, következik egy szimpla hajtás, ami azt jelenti, hogy tésztát megfogom az egyik oldalát, behajtom, úgy körülbelül az egyharmad részig, fölösleges lisztet picit lesöpröm róla, és utána a másik felét csak simán ráhajtom, ezzel meg is van egy szimpla hajtás. Mutasd oldalról is a tésztát a hajtásnál itt. Miután megvolt ez a szimpla hajtás, a tésztát visszateszem a tálamba, és akkor most már értitek, hogy miért használtam egy ilyen nagyobb tálat, hogy így hajtogatott állapotba is bele tudjon férni a tészta. Lezárom a tetejével, hogy óvjam a tészta felületét a bőrösödéstől, a kiszáradástól. Ilyenkor vissza kell helyezni a tésztát a hűtőszekrénybe, hogy mind a tészta hűljön, mind a vaj ismét egy picit, ami a nyújtás közben fölpuhult, visszadermedjen, hogy a további nyújtásnál se dolgozzuk majd bele a tésztába. A tészta negyed órát töltött a hűtőszekrénybe, ez alatt kellően visszadermedt. Most pedig következhet a második nyújtás, amit ismét gyorsan fogunk elvégezni. Az asztalt én már felvisztesztem, ahogy láthatjátok, előkészültem egy picit. Egy picit a tésztának a felső felületét is meglisztezem, és akkor egy picit szélesítek a sarkok irányába a tésztán. Majd, hogyha kellő szélesnek ítélem meg, akkor elkezdem ismét hosszanti irányba nyújtani. Majd, hogy újra elértem azt a körülbelül 80 cm hosszúságot, akkor most egy dupla hajtás fog következni, ami úgy néz ki, hogy a tésztának az egyik felét behajtom, picit megigazgatom, utána ahhoz hozzáhajtom a tésztának a másik oldalát, és itt összetalálkozik a két tészta, utána pedig ezt még félbe, mindegy könyvet félbehajtom, így ezáltal megkaptuk a dupla hajtást, amivel végeztünk is. A tészta mehet vissza a dagasztótába, illetve a keresztőtába, amit lefedek a fedelével. Ismét negyed óra hűtőszekrény, utána még egy szimpla hajtás fog következni, és készre lehet nyújtani majd a tésztát. Ismét negyed óra hűtő után következik a harmadik és egyből utolsó hajtás, ami az elsőhöz hasonlóan egy szimpla hajtás lesz. Tésztát ismét felvisztezett felületre helyezem, általában a két nyitott oldallal oldalra, de igazából, hogyha más irányba forgatjátok, úgyse lesz rossz, csak úgy nehezebb nyújtani a tésztát. És akkor ismét a sarkok irányába egy picit szélesítek a tésztán, és akkor utána elkezdem hosszanti irányba is nyújtani, még egy kis szélességet adok neki. És hogyha ismét megvan a 89 cm hosszúságom, akkor megteszem a szimpla hajtást, ami úgy néz ki, hogy az egyharmadáig behajtom a tésztát, utána pedig a másik felét ráhajtom. Egy picit most már letapadt a tésztám, egy picit több lisztet kellett volna használjak, de igazából különösebb problémát ez nem fog okozni.
Ismét meg vagyok a szimpla ajtással. A tészta most 20 percre fog visszamenni a hűtőszekrénybe pihenni, utána pedig készre lesz nyújtva. Rendben, a tészta az utolsó 20 perc hűtős pihentetés után felkészült rá, hogy készre nyújtjuk és elkészítjük belőle a péksüteményeket. Tehát az asztalt már egy picit jobban felliszteztem, és most a nyújtás közben kell egyszer-kétszer majd át is lehet forgatni a tésztát, hogy ne tapadjon le, illetve szerintem én már alapban a szárazabb felével, a felső felületével fogom lefele tenni az asztalra, a másik felületét pedig picit lisztezem, hogy ne ragadjon majd a nyújtófához se. És akkor neki is lehet állni a készre nyújtásnak, eleinte a sarkuk irányába, hogy a négyszögletes formát megtartsuk, és akkor utána már majd több irányba is tudjuk nyújtani. Úgyhogy úgy érzem, hogy a tészta nem engedi könnyen a nyújtást, akkor egy picit arrébb húzom, ismét egy vékonyabb liszt réteget szórok alá, és megfordítom. Ennek köszönhetően nem tapad se az asztalhoz, és a nyújtást is könnyebben tudom tovább folytatni. Rendben van, úgy gondolom, hogy megvolnék. A tészta körülbelül egy ilyen 4 mm vastagságú, a hosszanti mérete, mindjárt megmérem nektek. Tehát a hosszanti méretei az olyan 45x45 cm, tehát egy négyszögletes, egy négyzet alakban nyújtottam. Most egy pizzavágó segítségével a széleket levágom, hogy ott is szépen ki tudja majd rajzódni a leveles szerkezet. Ezeket a széleket egy külön sütőlemezen ki lehet sütni, nagyon finomak lesznek. Egy picit rövidebb sütési idővel természetesen, mivel ezek keskenyebbek. És akkor utána megmaradt egy nagyjából egy szabályos négyzet alak, ezt 9 darabra nagyon könnyen el tudjuk osztani. Igazából egyszerűen elharmadoljuk a tésztát, lehet szemre csinálni akár, de nem árt, hogyha nagyjából pontos négyzeteket kapunk a felvágáskor. Tehát így nagyjából a harmad részekre végigvágom a pizzavágónak a segítségével, és bízom benne, hogy nagyjából ugyanakkor a méreteket fogok kapni. Utána ezt megismétlem ebbe a másik irányba is, megpróbálom szemre úgy elosztani, hogy tényleg négyzet alakokat kapjak. Szóval, hogy látom, úgy nagyjából sikerült, ezek talán egy picit nagyobbak, de ez a minimális különbség, ez nem mérvadó. Egyszerűbb egy ilyen tésztaosztót használni, amivel pontosan el tudom vágni pontos négyzetekre. Én igazából azért nem használom ezt most a videóhoz, mert ilyen tudom, hogy nincsen minden háztartásban, viszont pizzavágóval mindenki tud dolgozni. Következő lépéshez meghoztam a sütőlemezeket, hiszen most már meg fogjuk formálni ezeket a péksüteményeket, és sütőlemezre fogjuk helyezni. Egy picit a felületüket megspriccelem vékonyan vízzel, hogy egy kis tapadást biztosítsak majd nekik. A formázáskor nem kell túl sok víz, csak éppen egy kicsi, mert túl sok víztől se tapad. Nagyon egyszerű lesz, megfogom a sarkokat, behajtom középre, a másik oldalról is, mint akár egy túrós táskát, és középen jól benyomom, jól összecsípem, és utána ezt a péksüteményt így, illetve ezt a formát elrakom a sütőlemezre, ugyanígy megformázom a többit is. És hát azért, hogy szabályos forma legyen, azért nem árt, hogyha nagyjából szabályos négyzeteket tudunk kivágni, de egy nagyon pici eltérés még sehol se fog problémát okozni. És akkor az egyik sütőlemezre elrakok 4-et, a másikra 5-öt, így fogom a 9 darabot elosztani. Hogyha esetleg véletlen vannak közte kisebbek, nagyobbak, akkor arra figyeljetek, hogy a kisebbeket egy sütőlemezre, a nagyobbakat pedig egy másik sütőlemezre rakjátok, mert a kisebbeknek lehet, hogy egy picit rövidebb lesz a sütési idejük. Rendben van, a péksütemények meg vannak formálva, a megtöltésük majd csak a keresztés után fog történni, úgyhogy most lefedem őket egy-egy konyharuhával, illetve egy műanyag fóliát is helyezek föléjük, és úgy fogom szobahőmérsékleten megkereszteni a tésztát.
Most miután 3-4 órát keresztettem ezeket a péksüteményeket, azután az egyik sütőlemezen lévőket beraktam a hűtőszekrénybe, hogy ott pihenjenek tovább, hogy amíg az első lemezen lévőket sütöm, addig ne kelljen el a tészta. Most pedig őket nézzük meg, ők már összesen 55 percek elnek, a sütő merő van melegítve, és ahogy láthatjátok, nagyon szépen megkeltek, most pedig következik a megtöltésük, a töltelékkel való megtöltésük, és utána pedig a felületkezelés, tojással való lekenés, majd a sütés. Igazából leveles süteményeket általános esetben pékségekbe, gőzös légtérben sütünk, tojásozás nélkül, de mivel házilag a gőzképzés az nem a legegyszerűbb eljárás, ezért úgy gondolom, hogy tojással egyszerűbb ezeket otthon kisütni, de természetesen aki szeretné, gőzös légtérbe is meg tudja oldani, én most nem úgy fogom bemutatni. Nos, a péksütemények megtöltése előtt a közepüket egy picit benyomkodjuk, egy kis rést kialakítva a tölteléknek, amit majd be fogunk tölteni oda. És hogyha ezzel így megvagyok, akkor ahogy láthatjátok, a kihűlt vanília pudingot én egy habzsákba beletöltöttem, és habzsákkal fogom kinyomni, hogyha nincsen habzsákotok, semmi gond, akár egy kanállal is belekanalazva tökéletes lesz az eredmény. Tehát így szépen a közepüket megtöltöm a vanília pudinggal. Teszek beléjük azért bőven, legyen bennük töltelék, jól is néz ki, illetve finom is. Hogyha így a betöltésükkel végeztem, akkor még a puding körül a felületüket egy felvert tojással átkenem, amitől a végeredménybe nagyon szép fényt fognak kapni. Rendben van, miután átkentem a tészta felületét a tojással, már neki is az előmelegített sütőbe az eredménnyel jelentkezem. Most elkészültek ezek a csodálatos péksütik, és ahogy láthatátok az eredményen, igazán csodálatosak. A fogyasztáskor rendkívül finom az ízük, illetve nagyon szép leveles a törésük, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki a receptet, garantálom, hogy elégedettek lesztek. És akkor röviden beszéljünk pár szót a sütésről. 230 Celsius fokos alsó felső sütési módba állított, száraz légterű sütőbe tettem be, gőzképzés nem szükséges, mert tojással voltak lekezelve. 5 percet sültek 230 fokon, az 5 perc után csökkentettem a hőfokot 200 Celsius fokra, és úgy sütöttem még további 15 percen át, tehát az összsütési idő az nálam 20 perc volt. Ezt körülbelül úgy határolnám, hogy olyan 19 és 23 perc között mindenkinél nagyon szépen meg fognak sülni ezek a péksütik. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek alatta nyomjatok egy lájkot, illetve kérlek szépen, hogy iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, hogy a további receptekről is idejébe értesüljetek, illetve a feliratkozásotokkal támogassátok a csatornámat és a további tevékenységemet. Facebookon és Instagramon Gábor Eházpék hivatalos néven vagyok elérhető. Újabb platformain én is elérhetővé válok, az a TikTok oldal, ahol rövid videókban tippeket és praktikákat, trükköket fogok nektek megmutatni, már el is kezdtem, úgyhogy ott is be tudtok követni. A weboldalamnak pedig a webcíme gaboreházpék.hu, ahol minden receptemet egy helyen megtaláltok. Jövő héten találkozunk az újabb recepttel, addig is minden jót kívánok, sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.